kettőig szünetén, kisasszony. Igen, Hertel úr, csak ezt még befejezem. Menjen ebédelni. Iréne? Á, te vagy az. Mi történt? Mi történt? Két napja hívogatlak, és te nem veszed fel. Nem, otthon voltál. Tudom, hogy otthon voltál. Fényt láttam nálad. Mit jelentsen ez? Talán már ellenőrzöl is? Ha fényt láttál, akkor biztosan elfelejtettem lekapcsolni. Nem voltam itt. Nem voltam itthon. A rádiót is elfelejtetted kikapcsolni? Ebédeljünk Rödernél. Légy ott. 10 perc múlva. Nem ebédelünk Rödernél. Sajnálom, Walter. Mert nem vagyok éhes, és nem táncolok úgy, ahogy te fütyülsz. Nem, nincs semmi más oka. Érted, megyek. Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét, Félelem. Miért nem csengettél? Hiszen láttam a kocsidat. Mi van? Egyedül vagy? Hát persze. Persze, hogy egyedül vagyok. Odakint akarsz maradni? Hol voltál tegnap este? Egy barátnőmnél aludtam. Itt voltál, és látogatód volt. Itthon aludtál, és valószínűleg nem egyedül. Honnan veszed ezt? Itt álltam az ajtód előtt, és zenét hallottam. Csengettem, és kopogtam. És nem nyitottál ajtót. Miért nem vagy még felöltözve? A saját lakásomban úgy mászkálok, ahogy akarok. Mit akarsz a hálószobámban? Nézd! Van köztünk egyfajta kapcsolat, ami nem problémamentes. Egy kapcsolat, amiben sokat investálok. Nagyon sokat investálok. Többet, mint hinnéd, egész biztosan többet. És érdekelne, hogy mennyi a te részesedésed. Te valójában mit investálsz? Csak a fiatalságodat, az idődet. Elvégre van köztünk valamiféle megállapodás. Nincs köztünk semmiféle megállapodás. Te teszel úgy, mintha lenne, de én egyáltalán nem függök tőled. Egyáltalán nem. Mi van? Mit nézel így rám? Nem tudod, hogy mit éreztem, Iréne. Tegnap este, amikor az ajtó előtt álltam, és nem nyitottad ki. Az Istenért, Walter! Iréne, két napja... Mi van két napja? Két napja úgy érzem, mintha kicsúszna a lábam alól a talaj. Walter. Mi van? Miféle óra ez? Hogy kerül ez ide? Az óra? A te órád? Hogy lenne az enyém? Láthatod, hogy nem az enyém. Itt felejtette valaki. Itt az ágy mellett? Mi az, hogy az ágy mellett? Persze, hogy nem az ágy mellett. A nappaliban. Csak azért hoztam be, mert... De hát neked van órád. Ott fekszik a te órád! Nem igaz, Iréne? Úgy történt, hogy valaki ezt az órát itt a hálószobában levette. Mert nagyon zavarta tegnap este, amikor ott álltam az ajtót előtt. Az ég szerelmére, hiszen nem vagyok a feleséged. Nem tehetek azt, amit akarok. És ha valaki itt felejti az óráját, akkor az az én dolgom, kizárólag az én dolgom. És nagyon jó lenne, ha végre felfognád. Walter, örülök, hogy most már végre tudod.
Engem is gyötört a dolog, kezdettől fogva, és őszintén sajnálom, de nem változtathatok rajta. Egyszer úgy is be kellett volna fejeznünk. Ezt eddig is tudtuk mind a ketten. Te is tudtad, és én is tudtam, hogy ez így nem maradhat örökké. Walter. Walter, túl szorosan ölelsz. Nem kapok levegőt. Walter, mit csinálsz? Irene! Elérte Carman urat? Igen, beszéltem vele. És? Sajnos nem akart beszállni. Ilyen kamatfeltételek mellett. Weipert. Igen, főnök. Hívja fel a hitelbankot. Igen. És maga Orbach beszélt Zürichen? Még ma? Még ma. Térjünk rá a feltételekre. Igen, itt Schröder. Á, Hertel úr. Folyamatosan próbálom elérni Kronach kisasszonyt, de nem veszi fel. Pedig otthon kellene lennie. Nincs véletlenül kulcsa a lakáshoz? De igen, van, Hertel úr. Menjek fel és nézem meg. Ugyan nem nagy ügy. Egy perc az egész, Hertel úr. Jó. Schröder? Felmentem, kinyitottam az ajtót, bementem a lakásba, és ott találtam a hálószobában. Lassan a testen, Schröder! Ha így kiabál, nem értem, mit mond. Mi történt? Mi? Mi? Hívja ki azonnal a rendőrséget. Én is megyek. Tehát, Hertel úr, ez a maga örök lakása, amit ez év április 15-e óta Kronach kisasszony, az, hogy bérli, az ugye rossz kifejezés? Igen, valóban rossz, hiszen csak miatta vettem ezt a lakást. Kronach kisasszony talán a... szeretőm volt. Odaadtam neki ezt a lakást. Havi alpanást kapott tőlem, és fizettem a tanulmányait. Maga nős ember? Igen, nős vagyok. De külön él a feleségétől? Nem. Miért? Miért hívta fel a házmestert, és miért kérte meg, hogy nyissa ki a lakást? Megpróbáltam elérni Kronach kisasszonyt, mert nem jelentkezett. Általában ő hív fel, meglehetősen pontosan minden reggel, ma nem. Gondoltam, talán beteg, és szüksége van valamire. Jó ötletnek tartottam, hogy felküldöm a lakásába a házmestert. Igen, és másokkal nem volt? Nem. Nem gondolt bűncselekményre? Nem. Bár... Igen? Nem. Ez csak tudat alatt játszhatott szerepet. Micsoda? Nézze, én mindig is tisztában voltam a helyzetemmel. Sosem áltattam magam. Tudom, hány éves vagyok, és mit köszönhetek annak a ténynek, hogy elég nagy a vagyonom. Ő a saját életét élte. Egy életet ezen a négy falon kívül is, fiatalokkal, barátokkal, és nem engedte, hogy ebben részt vegyek. De az utóbbi időben azt vettem ki a szavaiból, hogy nem túl boldog, valami problémája van. Kérdeztem, a barátaiddal van a baj? Azt mondta, lehetséges. Igen,
Lehet. Semmi konkrétumot? Semmi konkrétumot. Nem említett neveket, nem mondott részleteket. Kezdett eltávolodni tőlem. Azt gondoltam, most átélem azt, amiről mindig is tudtam, hogy egyszer majd bekövetkezik. El fogom veszíteni. Emiatt aztán hatalmába kerített egy különös aggodalom. És amikor nem jelentkezett, erőt vett rajtam a rémület. Van még kérdésed? Igen, van. Hol volt ma délben? Egy és kettő között. Ugye megérti, Hertel úr? Természetesen, hogy ne. Ma délben egy és kettő között. Volt egy értekezletem egyig, aztán hazamentem enni, igen, körülbelül kettőig. Igyekeznem kellett, mert az értekezlet folytatódott. Köszönjük, Hertel úr. Ha még lenne kérdésünk, hol érhetjük el? Az irodámban. Egyébként otthon. Megvan a telefonszáma. Jó. Viszontlátásra, uraim. Viszontlátásra. Franciszka? Ja, már itthon vagy. Nem is hallottalak. Csengettél? Nem, nem csengettem. Korábban jöttél. Igen. Vacsoráztál már? Hozzak valamit? Segíthetek valamiben? Adj valamit inni. Jó, már is. Viszkit vagy konyakot? Egy viszkit. Bocsáss meg, hozok jeget. Jég nélkül. Jég nélkül? Hallottad. Hol voltál ma délben? Hol voltam ma délben? Hát itt, idehoza. Talán felhívtál, és nem hallottam a telefon. Nem hívtalak fel, csak tudni akartam, hogy délben itthon voltál. Igen, itthon voltam. Egyedül voltál itthon? Igen, egyedül voltam itthon. Tessék. Miért kérdezed? Szükségem van a segítségedre. A segítségemre? Lehet, hogy megkérdezik, hol voltam ma délben. Ma délben egy és kettő között. Szeretném, ha azt mondanád, hogy itthon voltam veled. Hogy ma délben hazajöttem ebédelni. Jó, rendben. Nem érdekel, hogy ki fogja megkérdezni? A rendőrség fogja megkérdezni. Lehet, hogy már ma este. A rendőrség? Igen, a rendőrség. És nagyon fontos, hogy azt mondd, hogy itthon voltam veled. Igen, Walter. Nem érdekel, miről van szó? Miről van szó? Az egyik lakásomban egy fiatal lány lakik. Hallottad már Irene Krónak nevét? Nem. Azt hittem, hogy talán Tintől hallottad. Nos, ezt a lányt ma délben meggyilkolták. És én jóban voltam ezzel a lánnyal. És előfordulhat, hogy ez a tény félreértésekhez vezethet. Következtetésekhez, melyek épp úgy hamisak, mint kellemetlenek. Érted, amit mondok? Most mit bámulsz így? Az egy és két óra közötti időszakra nincs tanúm. El kell mondanom, hol voltam? Nem. A legjobb és legegyszerűbb, ha azt mondod, méghozzá hihetően, hogy itt voltam. Így elkerülöm a kellemetlenséget. Te nem akarsz inni valamit? Majd én töltök neked egy viszkit. Jéggel kéred? Hozok jeget. Te nem akarsz végre hazamenni? De. Persze. Jó estét. Jó estét.
Kronák kisasszony keresi? Igen. Fáradjon meg, kérem. Jó estét. Igen? Mi történik itt? Kik maguk? Irene nincs itt? Bűnügyi rendőrség. Maga kicsoda? A nevem Kervin. Jürgen Kervin. Történt valami? Hol van Irene? Meghalt. Mi? Meggyilkolták. Ma délben itt a hálószobában. Istenem. Ez lehetetlen. Ma délben még jártam itt. Micsoda? Itt járt? Igen. Itt álltam az ajtó előtt. Csengettem, kopogtam, de nem nyitott ajtót. Mikor volt ez? Úgy 1:30 körül. Ki ölte meg? Nos, azt még nem tudjuk. Tehát úgy 1:30 körül itt járt? Igen. Csengetett, kopogott, és senki nem nyitott ajtót. Igen. És hallott valamit? Bármit? Veszekedést? Zajt, zenét? Semmit, de nagyon meglepett a dolog. És most miért jött ide? Hogy elvigyem az órámat. Mert itt felejtettem. Órát? Miféle órát? A karórámat. Hol kellett volna lennie? A hálószobában. Ott hagytam az éjjeli szekrényen. Az éjjeli szekrényen? Igen. Mikor? Tegnap este. És mikor felejtette el elvinni magával? Ma reggel. Tehát itt töltötte az éjszakát? Igen. Igen. Na, akkor foglaljon helyet. Itt a személyi igazolványa? Igen. A nevem Kervin, Jürgen. És egyetemista vagyok. Az Aberlestrasse 19-ben lakom. Mennyi ideje? Mióta ismerdi Kronach kisasszonyt? Úgy 6 hete. És azóta gyakorlatilag együtt voltak? Igen. Tudja, hogy ki ez a lakás? Egy bizonyos Hertel úré. Ő fizette Irene tanulmányait is. Tudja, hogy ő is itt alszik néha? Igen. Nem volt valami kellemes helyzet. Sem Irénének, sem nekem. És Hertel úrnak sem. Persze, hogy nem. A Hertel úr tudott magáról? Irene készült rá. Meg akarta mondani neki. De mit? Azt, hogy szakít vele. És megmondta neki? Tegnapig még nem. Azt mondta, ma mindenképp túlesik rajta. Maga tehát 1:30-kor járt itt, és el akarta vinni az óráját. Igen. Kérsz még valamit? Nem, köszönöm. Főzzek egy kávét? Nem, köszönöm. Akkor leszedhetek? Igen, persze. Mi van? Mi van? Mozgás! Hertel. Derrick, lenne egy kérésem. Beszélhetnék egy percre a feleségével? Igen, persze. Természetesen. Nem, teljesen megértem. Egy pillanat. A bűnügyi rendőrség. Mit mondjak nekik? A mindenségét, amit megbeszéltünk. Gyere! Igen. Igen. A férjem ma délben hazajött ebédelni. Igen. 1 óratájt. Aztán vissza kellett mennie, mert értekezlete volt 2-kor. Igen. Igen. Szívesen. Jó ét.
Ennyi volt az egész. Hogy néz ki az órája? Az órám dátumkijelző, másodperc mutató, sötét számlap. Az óra szíja acélból van, lapocskákból áll. Köszönöm, Kervin úr. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Miért nem találjuk azt az órát? Szerinted hazudik? Kérdezz valami könnyebbet. Mi a benyomásod Hertel asszonyról? Kicsit sápadt, nem meggyőző. Ezt láttad a telefonon keresztül? Jobb lenne személyesen. Franciszka! Bezártad az ajtót? Mit jelentsen ez? Bocsáss meg, kicsit szórakozott vagyok. Pedig most az lenne a legfontosabb, hogy összeszedett legyél. Igen, Walter. Nem fogják beérni a telefonhívással. Ide fognak jönni és feltesznek mindenféle kérdést. Nehogy összezavarodj. Csak egy dologra koncentrálj, hogy itt voltam egy és kettő között. Igen. Össze kell szedned magad. Mit gondolsz, menni fog? Igen, Walter. Feküdj le. Bölcs dolognak tartom, hogy nem teszel fel kérdéseket. Ő volt, vagy nem ő volt. Hihetetlenül biztos magában. Nem mintha ez imponálna, de van alibije. Igen, a feleségétől. Azt hiszed, védi a férjét egy hamis alibivel, aki megcsalja? Elképzelhető, nem? Jó. Tételezzük fel, hogy ő volt. Akkor csak két lehetőség van, miért biztosít alibit. Vagy szereti, vagy fél tőle. Mindenképpen szörnyű helyzetben van. Tudja, hogy a gyilkossal él együtt, vajon kibírja ezt? Én nem hiszem, hogy ezt ki lehet bírni. Franciszka! 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 Mi a baj, Walter? Bocsáss meg. Én csak azt hittem, hogy... Kész a reggeli. Csak egy csésze kávét kérek. Nem akarsz leülni? Nem. Ma egy nagyon fontos tárgyalásom lesz a bankban. Franciszka, nagyon valószínű, hogy ide jönnek, úgy értem, a rendőrnyomozók. Személyesen is hallani akarják majd. Tudod, mire gondolok? Igen, Walter. Mindenfélét kérdeznek majd tőled. Nem fogod látni azonnal az összefüggéseket. Óvatosnak kell lenned. Mindig csak egyre gondolj, hogy itt voltam. Ne hagyd, hogy eltérítsenek. Ne hagyd, hogy eltérítsenek. Nem, Walter. Kár, hogy most nem érek rá együtt reggelizni veled. De a jövőben szakítok rá időt, hogy többet lehessünk együtt. Csökkentem az irodai munkát. Amúgy is túl sok már nekem. Gondolod, hogy menni fog, Franciszka? Válaszolj, Franciszka. Menni fog? Biztos vagy benne, hogy menni fog? Vagy vannak aggályaid? Esetleg félsz? Nem. Nem is kell félned. Nem tudják bizonyítani az ellenkezőjét. Nincs semmi kockázat. Számítok rád, Franciszka. Jó. Most mennem kell. Ha tényleg jönnek, kérlek, hívd fel azonnal, ha elmentek. Tudni akarom, hogyan zajlott le az egész. Igen. Akkor jól van. Vigyázz magadra, Franciszka. No! Most mi van?
Talán leprás vagyok. Bocsáss meg. Kérlek, bocsáss meg. Nem úgy gondoltam. Bocsáss meg. Megteszed, amit mondtam? Igen. Jó reggelt, Tim kisasszony. Jó reggelt, Hertel úr. Van valami újság? Semmi újság. Néhány telefonhívás, felírtam mindet. Köszönöm. Tim kisasszony. Igen? Szeretnék virágot küldeni a feleségemnek. Rábízhatnám magára. Igen, persze. Egy különleges alkalom. Ír hozzá néhány sort. Igen, igen. Csukd be az ajtót. Azt hittem, magától záródik. Jó reggelt, Hertel asszony. Derrick főfelügyelő vagyok a bűnügyi rendőrségtől. A kollégám Klein felügyelő. Jó reggelt. Igen, tessék. Bemehetünk? Gyere, köszönöm. Tegnap már beszéltünk telefonon. Igen. Igen. Van még néhány kérdésünk. A férje már az irodában? Igen. Kérem, foglaljanak helyet. Köszönöm, nagyon kedves. Megkínálhatom önöket valamit? Köszönöm, nem maradunk sokáig. A kedves férje elmondta, hogy miről van szó? Igen. Valakit meggyilkoltak, azt mondta. Igen. Egy fiatal lányt. Igen. Irene Krónaknak hívták. Hallotta már a nevét? Tegnap először. A férjétől? Igen, a férjemtől. Miket mesélt magának? Hogy érti ezt? Honnan ismeri a lányt? Milyen összefüggésben említette a nevét? Azt mondta, az egyik lakásában lakik, és hogy... Igen? Hogy jól ismeri. Jól ismeri? Baráti a viszonyuk. Tudom, mit akarnak hallani. Igen, a szeretője volt. Azt hiszik, nem tudtam, hogy néha miért nem jön haza este. Ha nem jött haza, annak ellenére, hogy vártam. Nem kellett aggódnom, érte? Volt ott egy ágya. Az biztosan volt. Bocsássanak meg. Ugyan már, de hogy nincs semmi gond. Mióta van férnél, Hertel asszony? 10 éve. Irene Krónachtot. 1 éve ismeri a férje. Tegnap, nem tévedés, tegnap előtt. Irene Krónacht azt mondta a férjének, hogy véget vett a viszonyuknak. És tegnap délben meggyilkolták. A férje. Hertel asszony, a férje ölte meg tegnap délben Irene Krónachtot. Erre a címre küldték. Viszlát!
Nagyon szép csokor. Igen. Igen. Hogy a kérdésére válaszoljak. A férjem nem ölhette meg Irene Kronacht. Sem tegnap délben, sem egy és kettő között, mert hazajött ebédelni. Igen. Felvesszük a jegyzőkönyvet, Hertel asszony, amit majd alá kell írnia. Tudom. Hertel asszony, a férje tegnap valóban itthon volt? Vagy esetleg azt mondta, Franciska, segíts, bajba kerültem. Válaszoltam a kérdésükre. Nézze, Hertel asszony, nem akarom kínozni, egyikünk sem akarja. Talán annak tűnik, de... Kérem, gondolja végig még egyszer, és aztán hívjon fel. Bármikor elérhet, éjszaka vagy otthon is. Tessék, itt a telefonszámom. Viszontlátásra. Csak egy utolsó kérdés. Nem látott egy órát? Egy férfi karórát? Fekete számlap és acél óraszí? Nem. Értem. Az óra a halott lakásából tűnt el. A gyilkos magába vitte. Nem láttam ilyen órát sehol. Viszontlátás. Viszontlátás. Mi a véleményed? Hogy tegnap délben nem volt itthon. Kérem, fáradjanak be, uraim. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kérnek valamit inni? Á? Talán egy konyakot, vagy egy kávét. Talán egy jó kávét. Maga is egy kávét? Igen, köszönöm. Tém kisasszony. Igen? Kérem, hozzon nekünk két kávét. Már is. Konyakot nem? Nem, konyakot nem. Beszéltünk a feleségével, Hertel úr. Gondoltam, hogy sort kerítenek rá. Igen. A gyakorlat ezt követeli maguktól, gondolom. Igen, így van. Tessék, uraim, foglaljanak helyet. Köszönjük. És mit mondott a feleségem? Hogy tegnap délben otthon volt. Megerősítette a maga vallomását. Gondolom, nem is számítottak másra. A drágám biztos kis ideges volt. Igen, eltalálta. Egész testében remegett, mi? Igen, lehet. Hát igen, nem bírja a feszültségeket. Sosem bírta. Van benne valami ősi félelem. Maga szerint van ilyen? Igen, bizony van ilyen. És én képtelen vagyok megszüntetni. Mi lehet ez? Félelem az élettől? Nincs semmi önbizalma. És akinek nincs, minden extrém helyzetben reszked. Nekem mondja. Köszönöm, Tim kisasszony. Nagyon köszönöm. Igyák csak meg a kávéjukat nyugodtan. Aztán lezárhatjuk a témát. Lenne még egy kérdésem, Hertel úr. Kérem. Kissé személyes. Remélem, tudok rá válaszolni. Mondja, Hertel úr, miért vannak olyan viszonyai, mint Irene Kronach? Miért? Fiatal ember, ha találkozik egy fiatal lányjal, aki olyan izgalmas, mint Irene Kronach, olyan ösztönös érzéke van az élethez, a szerelemhez, természetes, hogy egy férfi elfelejt néhány alapszabályt, és elveszti a fejét. És maga elvesztette a fejét? Ne vegye szó szerint. Miért ne? Irene Kronach tegnap délben azt mondta magának, hogy befejezi. Emiatt kellett meggyilkolnia? Mi? Mi? Mi ez az egész? Nem azért jöttek, hogy közöljék velem, rendben van az alibim?
Az alibije, Hertel úr, addig van rendben, amíg a felesége kitart a vallomása mellett. De vajon kitart-e? Viszont látásra, Hertel úr. Viszont látásra. Franziska, ott járt nálad a rendőrség. Miért nem telefonáltam? Megkértelek, hogy azonnal telefonálj! Bocsáss meg, Walter, elfelejtettem. De hiszen hallod, kiment a fejemből. Nem értem, miért vagy ilyen ideges. Minden a legnagyobb rendben. A hazajössz ma délben ebédelni? Vagy csak mondjam azt. Igen, hazamegyek, Franciszka. Ebédre otthon vagyok. Jó napot, Franciszka. Jó napot, Walter. Minden rendben, Franciszka? Igen, minden rendben. Sokat kínosztak a kérdéseikkel? Nem. Nem sokat. Elég gyorsan eljutottak a fő kérdéshez. Hogy hazajöttél-e délben? Azt mondtam, igen. Elég meggyőzően mondtad. Meggyőzően. Azt kérte tőlem, hogy egy bizonyos kérdésre adjak egy bizonyos választ. Így is tettem. De az a kérdés, hogy elhitték-e neked? Azt nem tudom. Azt tettem, amit tennem kellett, de... De hogy ez hogyan hangzott... Attól tartok. Vissza fognak jönni. Gondolod? Igen, azt hiszem. Okom van rá, hogy azt higgyem. Nem hagyják abba a kérdezősködést. Kérlek, ülj már le, kihűl a leves. Mi mindent kérdeztek tőled? Hogy ismerem-e a lányt? Azt mondtam, nem, hiszen tényleg nem ismerem. És közben nagyon féltem. Féltél? Attól, hogy megmutatnak egy képet. Miféle képet? Nem fotózzák le a halottakat. Gondoltam, csak nehogy megmutassanak egy fotót. Ahogy a földön fekszik, vagy... Elárulnád, hol fekszik? Nem mindegy neked! Miért csinálod ezt? Bocsáss meg, Walter. Szerencsére nem mutattak ilyen fotót. De... Ha mégis mutatnak, mire legyek felkészülve? Nem olyan könnyű azt mondanom, hogy itthon voltál. Nem voltál itthon. Hanem megöltél egy asszonyt. Miféle óra ez? Ki ez az óra? De hát ez egy férfi karóra! Örülök, hogy most már végre tudod. Walter! Mit csinálsz? Walter! Bocsáss meg.
Franciszka, nem találok egy karórát. A tiédet? Nem, nem az enyémet, nem az én órám. De benne volt az akom zsebében. Milyen óráról van szó? Kinek az órája? Lényegtelen! Hol ez az óra? Fekete számlap acél óraszí? Igen. Érdeklődtek nálam egy ilyen óráról. Érdeklődtek? Kik? A rendőrök. Azt mondták, a gyilkos magával vitte ezt az órát. Később keresni kezdtem, és megtaláltam a zsebedben. Hol van? Az óra? Egyszerűen kidobtam. Kidobtad? Hová dobtad ki? A kukába. Az óra, Franciszka. Egy bizonyíték. Ha megtalálják itt, nekem végem van. Vigyél ki mindent, nem vagyok éhes. A lány nagyon sokat jelentett nekem. Eleinte teljesen normális, ártalmatlan ügy volt. Semmi olyasmi, ami nyugtalanított volna, de aztán több lett belőle. Sokkal több. Nyakig benne voltam a dologban, amiből már nem jöttem ki. Bár megpróbáltam, de nem sikerült. Nem volt már saját akaratom. Nem voltam már a magam ura. Ebben az időszakban te nagyon sokat szenvedtél, tudom, most már tudom, mit követtem el ellened. De ezen már nem lehet változtatni. Nem lehet érvényteleníteni. Most mit tegyek? Menjek börtönbe? Inkább golyót lövök a fejembe. Komolyan mondom, Franciszka. Inkább agyonlőném magam. Segíts nekem, Franciszka. Kezdjünk újra mindent. A közös életünket, mindent. Add ide azt az órát, Franciszka. Leszedem az asztalt, ha nem vagy éhes. Ez az egész kettejük között zajlik. Ez az ő játszmájuk, Hertelé és a feleségé. A nőnek mindig azt kellett tennie, amit a férje akar, aki még sohasem volt tekintettel rá. De most kénytelen. Nincs más esélyünk, csak a nő. Azt kéne tudnunk, hogy van-e még köztük valamiféle szeretet, vagy egyszerűen csak összetartozás érzése. Közel áll ahhoz, hogy beszéljen, vagy sem. Ezt kell tudnunk. Hertel vajon otthon van? Egészen biztos. Nem hagyja egyedül a feleségét. Inkább oda megyünk. Miért nem jössz ide, Franciszka? Gyere ide és ülj le. Nem akarlak rábeszélni semmire, de találnunk kell valami kiútat. Kiútat ebből a helyzetből. Ezt keresem én is. Időre van szükséged. Hagyd, hogy teljen az idő, Franciszka. Ne tégy semmit. Ne várj semmire. Ne kezd semmibe. És ha eltelt az idő, minden elveszíti a jelentőségét. Gondolod? Biztos vagyok benne. Ráadásul te már tettél valamit. Gondold végig, hogy miért segítettél nekem. Mi bírt rá erre?
Csak azt jelentheti, hogy nincs még vége köztünk mindennek, és ha nincs vége köztünk mindennek, van lehetőség újra kezdeni. Add ide az órát, Franciszka. Miért akarod ennyire? Mert az óra a bizonyíték ellenem. Ha azt mondod, hogy nem jöttem haza délben, még mindig mondhatom azt, hogy hazudsz. De az óra cáfolhatatlan. És ezt tudod? Ugye tudod, Franciszka? És ezért akarod megtartani? Nálam van, és nem kapod meg. Nem? Nem. Menj aludni, Franciszka. Menj az ágyba. Ki lehet az ilyenkor? Ne, ne nyiss ajtót. Menj aludni. Menj a szobádba. Azt mondtam, hogy menj szépen aludni. Ki az? Derek. Jó estét. Jó estét, Derek úr. Vajon mit akarnak tőlem ilyen késői órán? Éjszakai kihallgatás? Mondjanak egyértelmes okot, hogy miért ilyenkor jönnek ide. Az ok még mindig egy halott lány. Tessék. Szóval? A felesége nincs itt. Foglaljanak helyet. Elküldte aludni? Kérem, foglaljanak helyet. Nem beszélhetünk a feleségével, igaz? Nem, mélységes sajnálatomra. De szívesen megkérdezem tőle. Egy pillanat. Elküldte a feleségét. Annyira fél. Igen, én is. A rendőrség az. Azt mondtam, hogy lefeküdtél aludni. Maradj itt, vetkőzz le, és bújj be az ágyba. Megértetted? Megpróbálok minél előbb megszabadulni tőlük. Sajnálom, de nem akar látni senkit. Borzalmas állapotban van, depressziós. El tudom képzelni. Mondják maguknak, nincs semmi fantáziájuk. Csak a gyilkosságot látják. Képtelenek megérteni, hogy a feleségem hogy érezheti magát. Mint ő, akit megcsaltak. Sosem tudta volna meg. És főleg nem így. Ezért ilyen kétségbe esett. És depressziós, bizony. És ezen az állapoton nem tudok változtatni. Semmit. Bár mindent megpróbálok. Beszélgetek vele. Megpróbálok hatni rá. Nem beszélhetünk mi vele? Nem. Már lefeküdt aludni. Ja, igen. Nincs olyan állapotban, hogy bárkivel beszéljen. És kérdésekre válaszoljon. Bocsásson meg a zavarásért, Hertel úr. Kérem. Hertel úr. Igen? Mindegy. Most mi van? Megyek már.
Elmentek, Franciszka. Tessék, felhoztam neked a konyakodat. Azt mondtam nekik, hogy már lefeküdtél aludni. Még szerencse. Elég rámenősek voltak, és minden esetre nagyon megizzadtam. Köszönöm, Franciszka. Megyek én is aludni. Jó éjszakát. Megint be akarod zárni az ajtót? Nem, Franciszka. Feljössz még hozzám? Most, de nem. Elég fáradt vagyok. Jól van. Találkozunk. Jó étt. Valami baj van? Még egyszer oda megyek.
Nyissa ki az ajtót, Hertel úr! Jó, hogy jöttek. Épp megpróbáltam elérni egy orvost. Miért? Minek kell orvos? A feleségem. Hiszen mondtam, milyen kétségbe esett. Milyen depressziós. Eldugta magától az életet. Épp most tettem észre, amikor le akarta feküdni. Maga az ember. Maga átkozott az ember. Stefan! Hol van? Hol van? Ideértem az ajtajához. Bekopogtam. De nem válaszolt. Elkéstem. Nem. Nem maga, én. Én késtem el. Na, és most azt hiszi, hogy megúszza? Azt hiszi, hogy sikerült? Komolyan azt hiszi? Hiszen keresett valamit, Hertel úr. És megtalálta. Hogy érti ezt? Megtalálta, amit keresett? Nem. Nem. Nem találta meg. Herbert Reinecker. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Kőszegi Ákos, Kovács Patricia, Wégner Judit, Molnár Levente, Szvetkó Sándor. Magyar szöveg Messina Marian, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna, hangmérnök és vágó Traut Gyula, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Rehorovszki Béla. Fényképezte Manfred Enzinger és Jürgen Schönemann. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István. Rendezte Theodor Grädler. Kettőig szünettém, kisasszony. Igen, Hertel úr, csak ezt még befejezem. Menjen ebédelni. Iréne? Á, te vagy az. Mi történt? Mi történt? Két napja hívogatlak, és te nem veszed fel. Nem, otthon voltál. Tudom, hogy otthon voltál. Fényt láttam nálad. Mit jelentsen ez? Talán már ellenőrzöl is? Ha fényt láttál, akkor biztosan elfelejtettem lekapcsolni. Nem voltam itt. Nem voltam itthon. A rádiót is elfelejtetted kikapcsolni? Ebédeljünk Rödernél. Légy ott. 10 perc múlva. Nem ebédelünk Rödernél. Sajnálom, Walter. Mert nem vagyok éhes, és nem táncolok úgy, ahogy te fütyülsz. Nem, nincs semmi más oka. Érted, megyek. Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét, Félelem. Miért
miért nem csengettél? Hiszen láttam a kocsidat. Mi van? Egyedül vagy? Hát persze. Persze, hogy egyedül vagyok. Odakint akarsz maradni? Hol voltál tegnap este? Egy barátnőmnél aludtam. Itt voltál és látogatód volt. Itthon aludtál, és valószínűleg nem egyedül. Honnan veszed ezt? Itt álltam az ajtód előtt, és zenét hallottam. Csengettem, és kopogtam. És nem nyitottál ajtót. Miért nem vagy még felöltözve? A saját lakásomban úgy mászkálok, ahogy akarok. Mit akarsz a hálószobámban? Nézd! Van köztünk egyfajta kapcsolat, ami nem problémamentes. Egy kapcsolat, amiben sokat investálok. Nagyon sokat investálok. Többet, mint hinnéd, egész biztosan többet. És érdekelne, hogy mennyi a te részesedésed. Te valójában mit investálsz? Csak a fiatalságodat, az idődet. Elvégre van köztünk valamiféle megállapodás. Nincs köztünk semmiféle megállapodás. Te teszel úgy, mintha lenne, de én egyáltalán nem függök tőled. Egyáltalán nem. Mi van? Mit nézel így rám? Nem tudod, hogy mit éreztem, Irina. Tegnap este, amikor az ajtó előtt álltam, és nem nyitottad ki. Az Istenért, Walter! Irina, két napja... Mi van két napja? Két napja úgy érzem, mintha kicsúszna a lábam alól a talaj. Walter. Mi van? Miféle óra ez? Hogy kerül ez ide? Az óra? A te órád? Hogy lenne az enyém? Láthatod, hogy nem az enyém. Itt felejtette valaki. Itt az ágy mellett? Mi az, hogy az ágy mellett? Persze, hogy nem az ágy mellett. A nappaliban. Csak azért hoztam be, mert... De hát neked van órád. Ott fekszik a te órád! Nem igaz, Irina? Úgy történt, hogy valaki ezt az órát. Itt a hálószobában. Levette. Mert nagyon zavarta. Tegnap este. Amikor ott álltam az ajtót előtt. Az ég szerelmére. Hiszen nem vagyok a feleséged. Nem tehetek azt, amit akarok. És ha valaki itt felejti az óráját, akkor az az én dolgom. Kizárólag az én dolgom. És nagyon jó lenne, ha végre felfognád. Walter, örülök, hogy most már végre tudod. Engem is gyötört a dolog, kezdettől fogva, és őszintén sajnálom, de nem változtathatok rajta. Egyszer úgy is be kellett volna fejeznünk. Ezt eddig is tudtuk mind a ketten. Te is tudtad, és én is tudtam, hogy ez így nem maradhat örökké. Walter. Walter, túl szorosan ölelsz. Nem kapok levegőt. Walter, mit csinálsz? Ha ha.
Irene! Elérte Kármán urat? Igen, beszéltem vele. És? Sajnos nem akart beszállni. Ilyen kamatfeltételek mellett... Weipert. Igen, főnök. Hívja fel a hitelbankot. Igen. És maga Orbach beszélt Zürichre? Még ma? Még ma. Térjünk rá a feltételekre. Igen, itt Schröder. Á, Herter úr. Folyamatosan próbálom elérni Kronach kisasszonyt, de nem veszi fel. Pedig otthon kellene lennie. Nincs véletlenül kulcsa a lakáshoz? De igen, van, Herter úr. Menjek fel és nézem meg. Ugyan nem nagy ügy. Egy perc az egész, Herter úr. Jó. Schröder? Felmentem, kinyitottam az ajtót, bementem a lakásba, és ott találtam a hálószobában. Lassan a testen, Schröder! Ha így kiabál, nem értem, mit mond. Mi történt? Mi? Mi? Hívja ki azonnal a rendőrséget. Én is megyek. Tehát, Hertel úr, ez a maga örök lakása, amit ez év április 15-e óta Kronach kisasszony, az, hogy bérli, az ugye rossz kifejezés? Igen, valóban rossz, hiszen csak miatta vettem ezt a lakást. Kronach kisasszony talán a... szeretőm volt. Odaadtam neki ezt a lakást. Havi alpanást kapott tőlem, és fizettem a tanulmányait. Maga nős ember? Igen, nős vagyok. De külön él a feleségétől? Nem. Miért? Miért hívta fel a házmestert, és miért kérte meg, hogy nyissa ki a lakást? Megpróbáltam elérni Kronach kisasszonyt, mert nem jelentkezett. Általában ő hív fel, meglehetősen pontosan minden reggel, ma nem. Gondoltam, talán beteg, és szüksége van valamire. Jó ötletnek tartottam, hogy felküldöm a lakásába a házmestert. Igen, és másokra nem volt? Nem. Nem gondolt bűncselekményre? Nem. Bár... Igen? Nem. Ez csak tudat alatt játszhatott szerepet. Micsoda? Nézze, én mindig is tisztában voltam a helyzetemmel. Sosem áltattam magam. Tudom, hány éves vagyok, és mit köszönhetek annak a ténynek, hogy elég nagy a vagyonom. Ő a saját életét élte. Egy életet ezen a négy falon kívül is, fiatalokkal, barátokkal, és nem engedte, hogy ebben részt vegyek. De az utóbbi időben azt vettem ki a szavaiból, hogy nem túl boldog, valami problémája van. Kérdeztem, a barátaiddal van a baj? Azt mondta, lehetséges. Igen, lehetséges. Semmi konkrétumot? Semmi konkrétumot. Nem említett neveket, nem mondott részleteket. Kezdett eltávolodni tőlem. Azt gondoltam, most átélem azt, amiről mindig is tudtam, hogy egyszer majd bekövetkezik. El fogom veszíteni. Emiatt aztán hatalmába kerített egy különös aggodalom. És amikor nem jelentkezett, erőt vett rajtam a rémület. Van még kérdésed? Igen, van. Hol volt ma délben? Egy és kettő között. Ugye megérti, Hertel úr? Természetesen, hogy nem. Ma délben egy és kettő között. Volt egy értekezletem egyig, aztán hazamentem enni, igen, körülbelül kettőig. Igyekeznem kellett, mert... az értekezlet folytatódott. Köszönjük, Hertel úr. Ha még lenne kérdésünk, hol érhetjük el? Az irodámban. Egyébként otthon. Megvan a telefonszáma. Jó. Viszontlátásra, uraim. Viszontlátásra. Franciszka? Ja, már itthon vagy. Nem is hallottalak. Csengettél? Nem csengettem. Korábban jöttél. Igen. Vacsoráztál már? Hozzak valamit? Segíthetek valamiben? Adj valamit inni. Jó, már is. Viszkit vagy konyakot? Egy viszkit. Bocsáss meg, hozok jeget. Jég nélkül.
Jég nélkül. Hallottad? Hol voltál ma délben? Hol voltam ma délben? Hát itt, idehoza. Talán felhívtál, és nem hallottam a telefont. Nem hívtalak fel, csak tudni akartam, hogy délben itthon voltál. Igen, itthon voltam. Egyedül voltál itthon? Igen, egyedül voltam itthon. Tessék. Miért kérdezed? Szükségem van a segítségedre. A segítségemre? Lehet, hogy megkérdezik, hol voltam ma délben. Ma délben egy és kettő között. Szeretném, ha azt mondanád, hogy itthon voltam veled. Hogy ma délben hazajöttem ebédelni. Jó, rendben. Nem érdekel, hogy ki fogja megkérdezni? A rendőrség fogja megkérdezni. Lehet, hogy már ma este. A rendőrség? Igen, a rendőrség. És nagyon fontos, hogy azt mondd, hogy itthon voltam veled. Igen, Walter. Nem érdekel, miről van szó? Miről van szó? Az egyik lakásomban egy fiatal lány lakik. Hallottad már Irene Krónak nevét? Nem. Azt hittem, hogy talán Tintől hallottad. Nos, ezt a lányt ma délben meggyilkolták. És én jóban voltam ezzel a lánnyal. És előfordulhat, hogy ez a tény félreértésekhez vezethet. Következtetésekhez, melyek épp úgy hamisak, mint kellemetlenek. Érted, amit mondok? Most mit bámulsz így? Az egy és két óra közötti időszakra nincs tanom. El kell mondanom, hol voltam? Nem. A legjobb és legegyszerűbb, ha azt mondod, méghozzá hihetően, hogy itt voltam. Így elkerülöm a kellemetlenséget. Oh, te nem akarsz inni valamit? Majd én töltök neked egy viszkit. Éggel kéred? Hozok jeget. Te nem akarsz végre hazamenni? De, persze. Jó estét. Jó estét. Krónák is azt, hogy keresi? Igen. Fáradjon meg, kérem. Jó estét. Igen? Mi történik itt? Kik maguk? Irene nincs itt? Bűnügyi rendőrség. Maga kicsoda? A nevem Kervin. Jürgen Kervin. Történt valami? Hol van Irene? Meghalt. Mi? Meggyilkolták. Ma délben itt a hálószobában. Istenem. Ez lehetetlen. Ma délben még jártam itt. Micsoda? Itt járt? Igen. Itt álltam az ajtó előtt. Csengettem, kopogtam, de nem nyitott ajtót. Mikor volt ez? Úgy fél kettő körül. Ki ölte meg? Nos, azt még nem tudjuk. Tehát úgy fél kettő körül itt járt. Igen. Csengetett, kopogott, és senki nem nyitott ajtót. Igen. És hallott valamit? Bármit? Veszekedést? Zajt, zenét? Semmit, de nagyon meglepett a dolog. És most miért jött ide? Hogy elvigyem az órámat. Mert itt felejtettem. Órát? Miféle órát? Akar órámat. Hol kellett volna lennie? A hálószobában. Ott hagytam az éjjeli szekrényen. Az éjjeli szekrényen? Igen. Mikor? Tegnap este. És mikor felejtette el elvinni magával? Ma reggel. Tehát itt töltötte az éjszakát? Igen. Igen. Na, akkor foglaljon helyet.
Itt a személyi igazolványa? Igen. A nevem Kervin, Jürgen. És egyetemista vagyok. Az Aberlestresse 19-ben lakom. Mennyi ideje? Mióta ismerdik Ronach kisasszonyt? Úgy 6 hete. És azóta gyakorlatilag együtt voltak? Igen. Tudja, hogy ki ez a lakás? Egy bizonyos Hertel úré. Ő fizette Irene tanulmányait is. Tudja, hogy ő is itt alszik néha? Igen. Nem volt valami kellemes helyzet. Sem Irénének, sem nekem. És Hertel úrnak sem. Persze, hogy nem. A Hertel úr tudott magáról? Irene készült rá. Meg akarta mondani. Nem. Azt hittem, hogy talán Tintől hallottad. Nos, ezt a lányt ma délben meggyilkolták. És én jóban voltam ezzel a lánnyal. És előfordulhat, hogy ez a tény félreértésekhez vezethet. Következtetésekhez, melyek épp úgy hamisok, mint kellemetlenek. Érted, amit mondok? Most mit bámulsz így? Az 1 és 2 óra közötti időszakra nincs tanúm. El kell mondanom, hol voltam? Nem. A legjobb és legegyszerűbb, ha azt mondod, méghozzá hihetően, hogy itt voltam. Így elkerülöm a kellemetlenséget. Oh, te nem akarsz inni valamit? Majd én töltök neked egy viszkit. Éggel kéred? Hozok ki eget. Te nem akarsz végre hazamenni? De, persze. Jó estét. Jó estét. Kronák is az, hogy keresi? Igen. Fáradjon meg, kérem. Jó estét. Igen. Mi történik itt? Kik maguk? Irene nincs itt? Bűnügyi rendőrség. Maga kicsoda? A nevem Kervin. Jürgen Kervin. Történt valami? Hol van Irene? Meghalt. Mi? Meggyilkolták. Ma délben itt a hálószobában. Istenem. Ez lehetetlen. Ma délben még jártam itt. Micsoda? Itt járt? Igen. Itt álltam az ajtó előtt. Csöngettem, kopogtam, de nem nyitott ajtót. Mikor volt ez? Úgy 1:30 körül. Ki ölte meg? Nos, azt még nem tudjuk. Tehát, hogy 1:30 körül itt járt? Igen. Csengetett, kopogott, és senki nem nyitott ajtót. Igen. És hallott valamit? Bármit? Veszekedést? Zajt, zenét? Semmit, semmit, de nagyon meglepett a dolog. És most miért jött ide? Hogy elvigyem az órámat. Mert itt felejtettem. Órát? Miféle órát? Akar órámat. Hol kellett volna lennie? A hálószobában. Ott hagytam az éjjeli szekrényen. Az éjjeli szekrényen? Igen. Mikor? Tegnap este. És mikor felejtette el elvinni magával? Ma reggel. Oh, tehát itt töltötte az éjszakát? Igen. Igen. Na, és akkor foglaljon helyet. Itt a személyi igazolványa? Igen. A nevem Kervin, Jürgen. És egyetemista vagyok. Az Aberlestresse 19-ben lakom. Mennyi ideje? Mióta ismerdik Ronach kisasszonyt? Úgy 6 hete. És azóta gyakorlatilag együtt voltak? Igen. Tudja, hogy ki ez a lakás? Egy bizonyos Hertel úré. Ő fizette Irene tanulmányait is. Tudja, hogy ő is itt alszik néha? Igen.
Nem volt valami kellemes helyzet. Sem Irénének, sem nekem. És Hertel úrnak sem. Persze, hogy nem. Hertel úr tudott magáról? Iréne készült rá. Meg akarta mondani neki. De mit? Azt, hogy szakít vele. És megmondta neki? Tegnapig még nem. Azt mondta, ma mindenképp túlesik rajta. Maga tehát fél kettőkor járt itt, és el akarta vinni az óráját. Igen. Kérsz még valamit? Nem, köszönöm. Főzzek egy kávét? Nem, köszönöm. Akkor leszedhetek? Igen, persze. Mi van? Mi van? Mozgás! Hertel! Derrick, lenne egy kérésem. Beszélhetnék egy percre a feleségével? Igen, persze. Természetesen. Nem, nem, teljesen megértem. Egy pillanat. A bűnügyi rendőrség. Mit mondjak nekik? A mindenségét, amit megbeszéltünk. Gyere! Igen. Igen. A férjem ma délben hazajött ebédelni. Igen. Egy óra tájt. Aztán vissza kellett mennie, mert értekezlete volt 2-kor. Igen. Igen. Szívesen. Jó ét. Ennyi volt az egész. Hogy néz ki az órája? Az órám dátumkijelző, másodperc mutató, sötét számlap. Irene! Elérte Kármán urat? Igen, beszéltem vele. És? Sajnos nem akart beszállni. Ilyen kamatfeltételek mellett. Weipert. Igen, főnök. Hívja fel a hitelbankot. Igen. És maga Orbach beszélt Zürichel. Még ma? Még ma. Térjünk rá a feltételekre. Igen, itt Schröder. Á, Hertel úr. Folyamatosan próbálom elérni Kronach kisasszonyt, de nem veszi fel. Pedig otthon kellene lenni. Nincs véletlenül kulcsa a lakáshoz. De igen, van, Hertel úr. Menjek fel és nézem meg. Ugyan nem nagy ügy. Egy perc az egész, Hertel úr. Jó. Schröder? Felmentem, kinyitottam az ajtót, bementem a lakásba, és ott találtam a hálószobában. Lassan a testes, Schröder! Ha így kiabál, nem értem, mit mond. Mi történt? Mi? Mi? Hívja ki azonnal a rendőrséget. Én is megyek. Tehát, Hertel úr, ez a maga örök lakása, amit ez év április 15-e óta Kronach kisasszony, az, hogy bérli, az ugye rossz kifejezés? Igen, valóban rossz, hiszen csak miatta vettem ezt a lakást. Mm. Kronach kisasszony talán a szeretőm volt. Odaadtam neki ezt a lakást. Havi alpanást kapott tőlem, és fizettem a tanulmányait. Mm. Maga nős ember? Igen, nős vagyok.
De külön él a feleségétől. Nem. Miért? Miért hívta fel a házmestert, és miért kérte meg, hogy nyissa ki a lakást? Megpróbáltam elérni Krónak kisasszonyt, mert nem jelentkezett. Általában ő hív fel, meglehetősen pontosan minden reggel, ma nem. Gondoltam, talán beteg, és szüksége van valamire. Jó ötletnek tartottam, hogy felküldöm a lakásába a házmestert. Igen, és másokkal nem volt? Nem. Nem gondolt bűncselekményre? Nem. Bár... Igen? Nem. Ez csak tudat alatt játszhatott szerepet. Micsoda? Nézze, én mindig is tisztában voltam a helyzetemmel. Sosem áltattam magam. Tudom, hány éves vagyok, és mit köszönhetek annak a ténynek, hogy elég nagy a vagyonom. Ő a saját életét élte. Egy életet ezen a négy falon kívül is, fiatalokkal, barátokkal, és nem engedte, hogy ebben részt vegyek. De az utóbbi időben azt vettem ki a szavaiból, hogy nem túl boldog, valami problémája van. Kérdeztem, a barátaiddal van a baj? Azt mondta, lehetséges. Igen, lehetséges. Semmi konkrétumot? Semmi konkrétumot. Nem említett neveket, nem mondott részleteket. Kezdett eltávolodni tőlem. Azt gondoltam, most átélem azt, amiről mindig is tudtam, hogy egyszer majd bekövetkezik. El fogom veszíteni. Emiatt aztán hatalmába kerített egy különös aggodalom. És amikor nem jelentkezett, erőt vett rajtam a rémület. Van még kérdésed? Igen, van. Hol volt ma délben? Egy és kettő között. Ugye megérti, Hertel úr? Természetesen, hogy ne. Ma délben egy és kettő között. Volt egy értekezletem egyig, aztán hazamentem enni, igen, körülbelül kettőig. Igyekeznem kellett, mert az értekezlet folytatódott. Köszönjük, Hertel úr. Ha még lenne kérdésünk, hol érhetjük el? Az irodámban. Egyébként otthon. Megvan a telefonszáma. Jó. Viszontlátásra, uraim. Viszontlátásra. Franciszka? Már itthon vagy. Nem is hallottalak. Csengettél? Nem csengettem. Korábban jöttél. Igen. Vacsoráztál már? Hozzak valamit? Segíthetek valamiben? Adj valamit inni. Jó, már is. Viszkit vagy konyakot? Egy viszkit. Bocsáss meg, hozok jeget. Jég nélkül. Jég nélkül. Hallottad? Hol voltál ma délben? Hol voltam ma délben? Hát itt, idehoza. Talán felhívtál, és nem hallottam a telefon. Nem hívtalak fel, csak tudni akartam, hogy délben itthon voltál. Igen, itthon voltam. Egyedül voltál itthon? Igen, egyedül voltam itthon. Tessék. Miért kérdezed? Szükségem van a segítségedre. A segítségemre? Lehet, hogy megkérdezik, hol voltam ma délben. Ma délben egy és kettő között. Szeretném, ha azt mondanád, hogy itthon voltam veled. Hogy ma délben hazajöttem ebédelni. Jó, rendben. Nem érdekel, hogy ki fogja megkérdezni? A rendőrség fogja megkérdezni. Lehet, hogy már ma este. A rendőrség? Igen, a rendőrség. És nagyon fontos, hogy azt mondd, hogy itthon voltam veled. Igen, Walter. Nem érdekel, miről van szó? Miről van szó? Az egyik lakásomban egy fiatal lány lakik. Hallottad már Irene Krónak nevét? Kettőig szünettém, kisasszony. Igen, Hertel úr, csak ezt még befejezem. Menjen ebédelni.
Iréne? Á, te vagy az. Mi történt? Mi történt? Két napja hívogatlak, és te nem veszed fel. Nem, otthon voltál. Tudom, hogy otthon voltál. Fényt láttam nálad. Mit jelentsen ez? Talán már ellenőrzöl is? Ha fényt láttál, akkor biztosan elfelejtettem lekapcsolni. Nem voltam itt. Nem voltam itthon. A rádiót is elfelejtetted kikapcsolni? Ebédeljünk Rödernél. Légy ott. 10 perc múlva. Nem ebédelünk Rödernél. Sajnálom, Walter. Mert nem vagyok éhes, és nem táncolok úgy, ahogy te fütyülsz. Nem, nincs semmi más oka. Érted, megyek. Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét, Félelem. Miért nem csengettél? Hiszen láttam a kocsidat. Mi van? Egyedül vagy? Hát persze. Persze, hogy egyedül vagyok. Odakint akarsz maradni? Hol voltál tegnap este? Egy barátnőmnél aludtam. Itt voltál, és látogatód volt. Itthon aludtál, és valószínűleg nem egyedül. Honnan veszed ezt? Itt álltam az ajtód előtt, és zenét hallottam. Csengettem, és kopogtam. És nem nyitottál ajtót. Miért nem vagy még felöltözve? A saját lakásomban úgy mászkálok, ahogy akarok. Mit akarsz a hálószobámban? Nézd! Van köztünk egyfajta kapcsolat, ami nem problémamentes. Egy kapcsolat, amiben sokat investálok. Nagyon sokat investálok. Többet, mint hinnéd, egész biztosan többet. És érdekelne, hogy mennyi a te részesedésed. Te valójában mit investálsz? Csak a fiatalságodat, az idődet. Elvégre van köztünk valamiféle megállapodás. Nincs köztünk semmiféle megállapodás. Te teszel úgy, mintha lenne, de én egyáltalán nem függök tőled. Egyáltalán nem. Mi van? Mit nézel így rám? Nem tudod, hogy mit éreztem, Iréne. Tegnap este, amikor az ajtó előtt álltam, és nem nyitottad ki. Az Istenért, Walter! Iréne, két napja... Mi van két napja? Két napja úgy érzem, mintha kicsúszna a lábam alól a talaj. Walter. Mi van? Miféle óra ez? Hogy kerül ez ide? Az óra? A te órád? Hogy lenne az enyém? Láthatod, hogy nem az enyém. Itt felejtette valaki. Itt az ágy mellett? Mi az, hogy az ágy mellett? Persze, hogy nem az ágy mellett. A nappaliban. Csak azért hoztam be, mert... De hát neked van órád. Ott fekszik a te órád! Nem igaz, Iréne? Úgy történt, hogy valaki ezt az órát itt a hálószobában levette. Mert nagyon zavarta tegnap este, amikor ott álltam az ajtót előtt. Az ég szerelmére, hiszen nem vagyok a feleséged. Nem tehetek azt, amit akarok. És ha valaki itt felejti az óráját, akkor az az én dolgom, kizárólag az én dolgom. És nagyon jó lenne, ha végre felfognád. Walter, örülök, hogy most már végre tudod. Engem is gyötört a dolog, kezdettől fogva, és... Őszintén sajnálom, de nem változtathatok rajta. Egyszer úgy is be kellett volna fejeznünk. Ezt eddig is tudtuk mind a ketten. Te is tudtad, és én is tudtam, hogy ez így nem maradhat örökké. Walter...
Walter, túl szorosan ölelsz. Nem kapok levegőt. Walter, mit csinálsz? A kedves férje elmondta, hogy miről van szó? Igen. Valakit meggyilkoltak, azt mondta. Igen. Egy fiatal lányt. Igen. Irene Krónaknak hívták. Hallotta már a nevét? Tegnap először. A férjétől? Igen, a férjemtől. Miket mesélt magának? Hogy érti ezt? Honnan ismeri a lányt? Milyen összefüggésben említette a nevét? Azt mondta, az egyik lakásában lakik, és hogy... És hogy... Igen? Hogy jól ismeri. Jól ismeri? Baráti a viszonyuk. Tudom, mit akarnak hallani. Igen, a szeretője volt. Azt hiszik, nem tudtam, hogy néha miért nem jön haza este. Ha nem jött haza, annak ellenére, hogy vártam. Nem kellett aggódnom, érte? Volt ott egy ágya. Az biztosan volt. Bocsássanak meg. Ugyan már, de hogy nincs semmi gond. Mióta van férnél, Hertel asszony? 10 éve. Irene Krónachtot. 1 éve ismeri a férje. Tegnap, nem tévedés, tegnap előtt. Irene Krónacht azt mondta a férjének, hogy véget vett a viszonyuknak. És tegnap délben meggyilkolták. A férje. Hertel asszony, a férje ölte meg tegnap délben Irene Krónachtot. Erre a címre küldték. Viszlát! Nagyon szép csokor. Igen. Igen. Hogy a kérdésére válaszoljak. A férjem nem ölhette meg Irene Krónacht. Sem tegnap délben, sem 1 és 2 között, mert hazajött ebédelni. Igen. Felvesszük a jegyzőkönyvet, Hertel asszony, amit majd alá kell írnia. Tudom. Hertel asszony. A férje tegnap valóban itthon volt? Vagy esetleg azt mondta, Franciska, segíts, bajba kerültem.
Válaszoltam a kérdésükre. Nézze, Hertel asszony, nem akarom kínozni. Egyikünk sem akarja. Talán annak tűnik, de... Kérem, gondolja végig még egyszer, és aztán hívjon fel. Bármikor elérhet, éjszaka vagy otthon is. Tessék, itt a telefonszámom. Viszontlátásra. Csak egy utolsó kérdés. Nem látott egy órát? Egy férfi karórát? Fekete számlap és acélóra szíj? Nem. Értem. Az óra a halott lakásából tűnt el. A gyilkos magába vitte. Nem láttam ilyen órát sehol. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Mi a véleményed? Hogy tegnap délben nem volt itthon. Kérem, fáradjanak be, uraim. Köszönjük szépen. Kérnek valamit inni? Á? Talán egy konyakot, vagy egy kávét. Talán egy jó kávét. Maga is egy kávét? Igen, köszönöm. Tém kisasszony. Igen? Kérem, hozzon nekünk két kávét. Már is. Konyakot nem? Nem, konyakot nem. Beszéltünk a feleségével, Hertel úr. Gondoltam, hogy sort kerítenek rá. Igen. A gyakorlat ezt követeli maguktól, gondolom. Igen, így van. Tessék, uraim, foglaljanak helyet. Köszönjük. És mit mondott a feleségem? Hogy tegnap délben otthon volt. Megerősítette a maga vallomását. Gondolom, nem is számítottak másra. A drágám biztos kis ideges volt. Igen, eltalálta. Egész testében remegett, mi? Igen, lehet. Hát igen, nem bírja a feszültségeket. Sosem bírta. Van benne valami ősi félelem. Maga szerint van ilyen? Az óraszíj acélból van, lapocskákból. Köszönöm, Kervin úr. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Miért nem találjuk azt az órát? Szerinted hazudik? Kérdezz valami könnyebbet. Mi a benyomásod Hertel asszonyról? Kicsit sápadt, nem meggyőző. Ezt láttad a telefonon keresztül? Jobb lenne személyesen. Franciszka! Bezártad az ajtót? Mit jelentsen ez? Bocsáss meg, kicsit szórakozott vagyok. Pedig most az lenne a legfontosabb, hogy összeszedett legyél. Igen, Walter. Nem fogják beérni a telefonhívással. Ide fognak jönni és feltesznek mindenféle kérdést. Nehogy összezavarodj. Csak egy dologra koncentrálj, hogy itt voltam egy és kettő között. Igen. Össze kell szedned magad. Mit gondolsz, menni fog? Igen, Walter. Feküdj le. Bölcs dolognak tartom, hogy nem teszel fel kérdéseket. Ő volt, vagy nem ő volt. Hihetetlenül biztos magában. Nem, mintha ez imponálna, de van alibije. Igen, a feleségétől. Azt hiszed, védi a férjét egy hamis alibivel, aki megcsalja? Elképzelhető, nem? Jó. Tételezzük fel, hogy ő volt. Akkor csak két lehetőség van, miért biztosít alibit. Vagy szereti, vagy fél tőle. Mindenképpen szörnyű helyzetben van. Tudja, hogy a gyilkossal él együtt, vajon kibírja ezt? Én nem hiszem, hogy ezt ki lehet bírni. Franciszka,
Franciszka! Franciszka! Mi a baj, Walter? Ó, bocsáss meg. Én csak azt hittem, hogy... Kész a reggeli. Csak egy csésze kávét kérek. Nem akarsz leülni? Nem, nem. Ma egy nagyon fontos tárgyalásom lesz a bankban. Franciszka, nagyon valószínű, hogy ide jönnek, úgy értem, a rendőrnyomozók. Személyesen is hallani akarják majd. Tudod, mire gondolok? Igen, Walter. Mindenfélét kérdeznek majd tőled. Nem fogod látni azonnal az összefüggéseket. Óvatosnak kell lenned. Mindig csak egyre gondolj, hogy itt voltam. Ne hagyd, hogy eltérítsenek. Ne hagyd, hogy eltérítsenek. Nem, Walter. Kár, hogy most nem érek rá együtt reggelizni veled. De a jövőben szakítok rá időt, hogy többet lehessünk együtt. Csökkentem az irodai munkát. Amúgy is túl sok már nekem. Gondolod, hogy menni fog, Franciszka? Válaszolj, Franciszka. Menni fog? Biztos vagy benne, hogy menni fog? Vagy vannak aggályaid? Esetleg félsz? Nem. Nem is kell félned. Nem tudják bizonyítani az ellenkezőjét. Nincs semmi kockázat. Számítok rád, Franciszka. Jó. Most mennem kell. Ha tényleg jönnek, kérlek, hívj fel azonnal, ha elmentek. Tudni akarom, hogyan zajlott le az egész. Igen. Akkor jól van. Vigyázz magadra, Franciszka. No! Most mi van? Talán leprás vagyok? Bocsáss meg. Kérlek, bocsáss meg. Nem úgy gondoltam. Bocsáss meg. Megteszed, amit mondtam? Igen. Jó reggelt, Tim kisasszony. Jó reggelt, Hertel úr. Van valami újság? Semmi újság. Néhány telefonhívás, felírtam mindet. Köszönöm. Tim kisasszony. Igen? Szeretnék virágot küldeni a feleségemnek. Rábízhatnám magára? Igen, persze. Egy különleges alkalom. Ír hozzá néhány sort. Igen, igen. Csukd be az ajtót. Azt hittem, magától záródik. Jó reggelt, Hertel asszony. Derrick főfelügyelő vagyok a bűnügyi rendőrségtől. A kollégám Klein felügyelő. Jó reggelt. Igen, tessék. Bemehetünk? Gyere, köszönöm. Tegnap már beszéltünk telefonon. Igen. Igen. Van még néhány kérdésünk. A férje már az irodában? Igen. Kérem, foglaljanak helyet. Köszönöm, nagyon kedves. Megkínálhatom önöket valamit? Köszönöm, nem maradunk sokáig.